Vátaszéken évek óta folyik a védőoltás program. Az első fejezete ennek 2018-ban indult, akkor a bárányhimlő elleni védekezést szolgálta. Most a testület arról döntött, újabb oltásprogram megindítását támogatja. Dr. Romag Terika bátaszéki gyermekorvos javaslatára a meningokokkus B törzs elleni védőoltást, tehát ami agyhártyagyulladást okoz, ennek a védőoltásnak a bevezetéséről döntött a képviselőtestület. Már az idei évre egy 1 millió forintos keretösszeg került meghatározásra. Ennek a kiegészítéséről döntött most a képviselőtestület, azzal, hogy október 1-től bevezetjük ezt az új védőoltást, mint egy 300 ezer forintos keretösszegre lesz még idén szükség. A jövő évi keretről majd a decemberi testületi ülésen fog dönteni a testület. Tehát a rotavírus elleni védőoltás az megmaradt, és emellé került ez az új védőoltás támogatás bevezetésre. A jogosultság úgy alakul a helyi rendelet elfogadásával, ami szintén október 1-től lépett hatályba, hogy ez egy olyan típusú védőoltás, ami három darab oltásból áll. Az alapoltást azt egy éves korig kell beadni, ez kettő darab oltóanyagot jelent. Az elsőt azt 7 hónapos korba, a másodikat pedig még az egy éves korig kell. És ezt kell megismételni egy év múlva, tehát a két éves korig bezárólag egy harmadik oltással. A támogatási rendszert úgy alakítottuk ki, hogy lesznek olyan jogosultak, akik csak egy védőoltásra, vagy kettőre, vagy háromra lesznek jogosultak. Na most a három oltásra való jogosultság az azt szerint alakult, tehát hogyha a családban az egy főre jutó jövedelem az 57 ezer forintot nem haladja meg, ebben az esetben mind a három oltást az önkormányzat vállalja. Abban az esetben, hogyha 85.500 forintot nem haladja meg, akkor kettő oltóanyagot támogat az önkormányzat, és hogyha 142.500 forintot nem haladja meg, akkor pedig egy oltóanyagot. Ennek a technikája úgy zajlik, hogy amennyiben mind a három oltásra jogosult valaki, akkor természetesen azt kapja, viszont hogyha egy vagy kettő oltást a szülőnek kell vállalnia, akkor az első oltást, vagy hogyha kettőre nem jogosult, akkor az első kettőt a szülőnek kell befizetni az önkormányzatnál, tehát magát az oltóanyagot az önkormányzat szerzi be, a szülőit befizeti az első két oltást, és természetesen akkor a harmadik, vagy a második és harmadik ingyenes lesz. A város költségvetésének stabilitását jelzi, hogy a képviselőtestület úgy dönthetett, megemeli a szociális alap összegét, segítve ezzel azokat, akik rászorulók. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, mindent megtettek annak érdekében, hogy biztonságosan folyjanak a felelős gazdálkodás hatására a város ügyei. Azokat a döntéshez kapcsolódó forrásokat megfelelő helyre tettük a költségvetés módosításával, a felhasználás megtörténik. Beépítettük a költségvetésbe azokat a központi költségvetésbe érkező forrásokat, amelyeket még biztosítanak számunkra ebben az esztendőben. Tehát ha semmi rendkívüli nem jön össze az elkövetkezendő három hónapban, akkor egy stabil költségvetéssel és még némi tartalékkal is tudunk átfordulni a 2021-es esztendőre. Ehhez kapcsolódóan áttekintettük például a szociális kiadások forrás összetételét is. Megnéztük, hogy az év hátralévő részében várhatóan még hány kérelmet, milyen ellátásokat kell biztosítani a város polgárai számára, és ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy a jelenleg jóvágyott forráshoz képest mintegy 1,8 millióval magasabb összeget biztosít a szociális kiadások fedezésére, annak érdekében, hogy a tüzelőtámogatások és az általános és rendkívül települési támogatások kifizetése az biztonságosan zajlódhasson majd 2020-ban. Így ez az alap megközelíti a 26 millió forintot. A testület hosszan tárgyalta azt a napirendi pontot, mely a városkép és a települési rendelet átdolgozását célozta. A város teljes területén nem lehetne lemezből akár kaput, kerítést készíteni. Ez 2018. január 1-től hatályos rendeletünk. Viszont a város polgárai költséghatékonyságból egyre jobban abba az irányba mozdulnak el, és olyan kerítésfelújításokat végeznek, ami pont a rendelettel ellentétes. Ezért a képviselőtestület abba a helyzetbe került, hogy át kell gondolja a szabályozást. A vita során abban egyetértettünk, hogy a településnek vannak olyan utcai, városrészei, ahol továbbiakban is az építészeti értékek megtartása érdekében
szigorúbb szabályokat kell alkalmazni. Itt valószínűleg továbbiakban sem lesz arra lehetőség, hogy lemezből, bitumenből és egyéb településképi szempontból nem oda építőanyagból lehessen kerítést vagy kaput létesíteni. De pont azért, mert a lakosság részéről egyre nagyobb a nyomás ilyen műszaki tartalmú kerítések és kapuk megvalósítására, szeretnénk abba az irányba elmozdulni, hogy a városnak nem annyira frekventált területein erre lehetőség legyen. Viszont azon ingatlan tulajdonosok esetében, ahol a szigorúbb szabályozást továbbiakban is szeretnénk fenntartani, abban is egyfajta kompromisszum született, hogy ehhez a város is megpróbál majd forrásokat biztosítani. Ezért annak az eljárásnak a rendjét is megpróbáljuk kidolgozni, hogy mikor, milyen feltételekkel tudunk nem jelképes összeg hozzájárulni biztosítani azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, ahol továbbiakban is fából, téglából, vagy egyéb olyan építőanyagból kérjük a kerítésnek a megvalósítását, ami városképi szempontból számunkra fontos. A tél beállta előtt megkezdődnek az őszi kátyúzási munkák az utcák állag megóvásának érdekében. Az összes úthibát most nem lehet kijavítani, a cél a baleset megelőzése. Muszáj az őszi kátyúzást elvégeztetni annak érdekében, hogy balesetveszélyes kátyúk ne alakuljanak ki, ami egyrészt ugye a gépjármű forgalom, meg hát a kerékpáros forgalmat is veszélyezteti. Ennek érdekében a képviselőtestület arról döntött a mai napon, hogy közel 2 millió forint értékben kiválasztott egy vállalkozót, aki ezeket a feladatokat legkésőbb október 30-áig el fogja végezni, így a téli védekezésnek már nem lesz ilyen módon akadálya. Ez több mint 200 négyzetmétert jelentett, azonban az anyagi források ebben az évben azt tették lehetővé, hogy majdnem a felét tudjuk a kátyúzási munkáknak elvégezni. Ennyi forrás áll rendelkezésre. A nyár folyamán elvégezte a város a kövesdi árok mederkortását. A kiszedett iszap mezőgazdasági célú hasznosításra kerül, ám mindeddig a terítésére nem került sor. A lakosság azonban szemétlerakóként kezdte használni az összegyűjtött iszapot. Így a döntés értelmében a további környezetkárosítás megelőzése érdekében a terítés mellett döntött a képviselőtestület, és a megállapodást is megkötötte a szolgáltatóval.